Ez is irítálja az embereket. Tehát nem a 250 milliárd kedrösszerdára, nem a 600 milliárd, nem a 35 milliárd a legirritálóbb, hanem a döjfös stílus, a flancolás, és az ehhez társuló nagyon szerény szellemi, lelki és egyéb képesség. Én egyszer voltam békemeneten, de lévő, hogy szalagszakadásom van a térdemben, egy síbalesetből kifolyólag, félrekezelve, én nem tudok egy ilyen távolságot legyalogolni, nagyon sajnálom. Nem az én számból hangzott el a félelem szó, hanem a tiéd. De megütötte a fülemet. Tetszenek érteni, miről beszélek? Jó a hangulat már itt a stúdióban, üdvözlöm a magyar közöny nézőit, a mai vendégem pedig Pesti László, a gerilla.hu alapítója. Szervusz, Andi, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát mostanában forra levegő körülötted, illetve hát ugye múlt nyár óta, amióta, hát hogy is mondjam, mondtál egy véleményt a NER körüli vállalkozókról, és adekvát a kérdés, voltál hétvégén a Várkert bazárban? Nem voltam. Nem? Nézted az évérték előtt? De néztem. És valami fajta, hogy mondjam, lecsapódását ezeknek a botrányoknak, amik mostanában NER körül kivirágzanak. Korrekt évértékelő volt. Nekem egy picit gyávának tűnt. Korrekt évértékelő. De meghívtak? Nem. De voltál már ott, nem? Hát mindig ott szoktam lenni, 30, nem is tudom mióta vezették be ezt a majdnem jogintézményt mondtam, tehát kommunikációs intézményt. Mindig ott szoktam lenni, most nem hívtak meg, de volt nekem elég van közel dolgom, és van elég dolgom, úgyhogy tévén belenéztem. De van közel ennek a mostanában tett nyilatkozataidnak? Kizárt, Andris, teljesen kizárt. Nem mondtad, hogy nem szabad ironizálni a műsorban. Tudod, mi a bajom az iróniával? Hogy sokszor nem értik. Mindig oda kell tenni, hogy pont, hogy értsék. Hát nem ismerem legalábbis a Facebookot. Podcastnak a célcsoportját, de szerintem ezt most levették. És a pénteki hősök terei tüntetésen? Na, azon se voltam. Azon se voltam. Nem, mintha a pedofiliáról nem lenne borzalmas véleményem, tehát én azt a gyilkossággal minimum egyenrangú súlyosságú BTK törvényi tényállásnak tartom, de valahogy nem éreztem szükségét, hogy... Kimegyek a hősök terére. Én úgy gondolom, hogy ezek a botrányok, amiket mostanában így látunk a Fidesz körül, egy kicsit belelátást engednek a NER működésébe. Andis, azt hiszem egy interjúban az elmúlt fél évben volt egy pár mondatom arról, hogy mi az a NER? Definiáljuk már, hogy mi az a NER. Én ott speciál azt mondtam, bár lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, 13 évvel ezelőtt, körülbelül akkoriban jön létre ez a betűszóma NER, Nemzeti Együttműködés Rendszere. Ez jóval több, mint 2,5 millió embert, alapítványokat, sajtóorgánumokat, véleményformálókat, egy intézményrendszert tömörítő, jóval, volt az 3 millió is talán, jelentett ez a betűszó. És ma, ha állok a vagy ahogy kérdezted a NER-hez való viszonyát a dolgaimnak. Nem tudom, mi ez a NER, mert most, hogyha állok a buszmegállóban, vagy lemegyek a élelmiszerboltba, vagy a piacra, házi buliba, megcsapja a fülemet az a szó, hogy NER, akkor mindig rá kell döbbenjek, hogy 13 éve eltelt, és 13 évvel ezelőtt ez ezt a több mint 2,5 milliós konglomerátumot, a rengeteg intézmény, tényleg azért rendszer volt, egy óriási rendszer jelentette ez a betűszó. Most meg, ha azt mondom, hogy NER, mondom a kocsmától a piacig, akkor az egy szitok szó, és nem egy 2,5 millió embert nem jelent, hanem talán egy tucatot. És fontos, hogy ki ez a 10-15 ember? Hát szerintem csak fontos, nem? Nem? Hát ezért mondom, hogy most egy kicsit az emberek beleláthattak abba, hogy mi a NER valódi arca, véleményem szerint. De mi a NER? Tehát akkor te is elismered ezt, hogy 2,5 millió, 3 millió emberből egy tucatnyi lett? Hát ugyanaz a szó. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem ugyanazt a halmazt jelenti. Mert szerintem a NER egy ilyen, nem tudom, propaganda, nem tudom, szó összetétel, ami összetereli az embereket egy akolba, de működését tekintve. Na de hány embert terelt össze 13 valójában? Éve? És hány embert jelent ma? Hát ez egy jó kérdés. De erről beszélek, hogy mintha
megváltozott volna a szó jelentése. Az asztal ma már pohár, a pohár ma már laptop, a laptop ma már virág. Tehát akkor kipukkadt ez a lufi? Azt mondod? Megváltozott a szó. És én kicsit szitokszónak érzem a Fidesznek belsőbb köreiben is, hát hogy is mondjam, kevesebbet használják. Hát mert olyan magas szinten is kötnek hozzá, mint lovagok. Na, például. Erről beszélek, hát ez a lovagokat hagyjuk, ezt a balos sajtot találta ki, nem túl. Eufémizált. Hát nem eufémizált, nem mondott igazat, tehát a lovag, azt tudjuk, a páncélos lovag, a középkorban becsületben lovagiasnak lenni a hölgyekkel, keresztes lovagok, akik ugye Szentföldre mentek meghalni. Ez a balos médiának ez az agyréme, hogy ezek lovagok, ez a talán nem egész egy tucat ember. Én azt mondom, ezek orkok. Tehát ugye, ezt most már fél éve mondom, és érzem, hogy kezd egy kicsit átmenni a köztudatba. A publicisztikák írói is használják már. Hát aki látott vagy olvasott Tolkient, már pedig elég sokan vagyunk, hát tudjuk, kik az orkok. Tehát szörnyetegek. Hát ezeket a szörnyetegeket valaki megtűri maga mellett, vagy hűbér úr szerűen jutalmazza, ajándékozza. Hát én emlékszem még ugye arra a korszakára, hogy nem emlékszem, hát olvasmány emlékeimre, meg az egyetemen, meg a gimnáziumban tanultakra, amikor bizonyos hűbér urak 5-6-7-800 évvel ezelőtt komplett kis birtok, szigeteket hasítottak, egy Csák Máté például, és vastagon tettek rá, hogy a király mit mond, tehát mindenki azt firtatja, hogy Orbán Viktor tud róla, Orbán Viktor áll mögött, és a többi. Én nem látok semmiféle bizonyítékot, se pro, se kontra. Én azt látom, hogy ezek egy része talán elszabadult hajóágyú. Tehát amikor a lülő jelenséget felhozom tusványosan, és körülbelül tudjuk, hogy ezután még Szíj László nevét préselték ki belőlem a újságíró kollégák, de hát mondhatnék én még itt, ugye most a Magyar Peti emleget más neveket is. De nem a fejétől bűzlik a hal? Kicsit nekem úgy tűnik, mintha mentegetni akarnád a Viktor. Tehát, hogy beleszállsz dolgokba, Nem vagyok tisztelből ki a fej. Aha. Hát egyértelműen Orbán, nem? Nekem nem így értem. Nem? Nem, egyre gyakoribbak az olyan, tudom, semmire nem becsüljük a városi legendákat, praktikusan pletykáknak tartjuk őket, és ők sokan közönséges fake newsnak, mondjuk ki magyarul hazugságnak. Annyi pletyka szól arról, hogy mi van, hogyha még hátrébb a magyar miniszterelnök mögött is vannak erők, akik kézben tartják ezt a rendszert, ha egyáltalán valaki kézben tartja, és nem egy elszabadult csapatról beszélünk. Én nem mentegetem a magyar miniszterelnököt, csak egyáltalán nem vagyok biztos ebben az, hogy ez az asszociáció, hogy lülő jelenség. Na de a lülő a barát. Kiválóságai. Akiket én körúti zsebtolvajoknak tartok, képességük, szorgalmuk és kockázatvállalás híján gazdagodnak borzalmasan. Én azt gondolom, hogy egy vállalkozó, pláne egy nagy vállalkozó, egy sikeres vállalkozó tudással, szorgalommal és kockázat vállalási képességekkel rendelkezzen, és talán ez a harmadik a legfontosabb eleme a vállalkozói létnek. Én is, én 36 év, mennyi? 36 nem, 34 éve vállalkozott. A 90-es rendszerváltás pillanatában, amint szabad a plac, megcsinálom az első KFT, mert én is vállalkozó vagyok, és tudom, hogy micsoda kockázattal jár egy befektetés. Hát elsősorban tervezés a film, televízió műsorgyártás, illetve 18 éve az online világ, a web különféle területein vállalkozom, 7 KFT-t tartok fenn, és tudom, hogy a tudás is kevés, a szorgalom is kevés, kockázatot kell vállalni. Na most ezek az arcok, ezek az orkok, ezek milyen kockázatot vállalnak? Hát az az ember érzése nézve a közbeszerzéseket, hogy némelyiknél, ugye mondjuk indul 10 ember, abból 5-öt kizárnak, 4 visszalép, azt hirtelen megint ugyanazt nyert. És én azt is elhiszem, hogy ez jogszerű. Hát nyilván, persze. Tehát az a vicc a dologban, hogy a jog, a magyar jogrend, tükrében nézve ezeket az érdekes folyamatokat, hogy A pontból B pontba hogy kerül át mondjuk 30 milliárd forint, hogy kedről szedára, meg lehet létező, legitim jogszabályokkal indokolni, miközben 8 millió ember tudja, hogy hány óra van negyed ötkor. Tehát, hogy nem stimmel valami. Egy picit utazunk vissza az időben. Tavaly miért tartottad fontosnak, hogy elkezd ezt a
nem tudom, hadjáratot, nem tudom, hadjáratnak nevezhetem egyáltalán. Ezt a kiállást. Tehát, tehát hogy fölkeltél is így, valami megcsillant, hogy hú, nekem ebből elegem sokan, van? Hát ugye nagyon fontos, engedj meg előtte két mondatot, hogy bármennyit meg. Amikor én túlságosan fölrúgtam, hogy rendkívül finoman fejezzem ki magam a vödröt. Fekáliás vödröt, akkor hát egyből szájra kaptak azok a jóindulatú pletykák, hogy hát ez Orbán Viktorral és egy-két ilyen nerlovagnak becézett orkkal, én ezt előre egyeztettem, és én egy szerep vagyok, aki Hoffi Gézát vádolták ezzel a kádári diktatúra éveiben, hogy szerep. Hát nem egyeztettem senkivel. Aztán azt mondták, hogy nem vagyok elég konkrét, nincs elég kézzelfogható bizonyíték. Mondjak merészebbeket és konkrétabbakat. Hát én két ok miatt nem tudok. Egyrészt, mert ha én még jobban megnevezek embereket, helyszíneket, dátumokat, és valami miatt a bizonyítási teher, akkor a vállamon van. A PP, tehát a polgári perrendtartás, és a BE, tehát a büntetőeljárás jog esetén is, és én nem tudok valamit bebizonyítani, engem elmarasztalnak. Én már vesztettem Bajnai Gordonnal szemben pert, úgyhogy maximálisan igazam volt, és ez a bírónő szemén is láttam, a libás kinemfizetések és a Bajnaival összefüggő, így merem mondani, lazán természetesen, köze nincs, szóval gazdák lettek öngyilkosok, akiket nem fizettek ki, volt egy kemény sajtóperem, és nem nyertem. Tehát nagyon vigyázok, mert rossz az optikája annak, hogyha valaki pert veszít. Nem szeretek, egyáltalán nem szeretek veszteni, nem szeretek pert veszteni, ezért fogalmazok néha ironikusan, talányosan. A másik pedig az, hogy amit számon kérnek rajtam az ellenségeim, én nem szeretem ezt az ellenfél szót, mert itt egy őrült ellenségeskedés zajlik Magyarországon már nagyon régóta, és ilyen nagyon PC-k akarunk lenni, akkor mondhatjuk az ellenfél szót, de hát itt ellenségek feszülnek egymásnak. Az ellenségeim jobb oldalon és bal oldalon néha a szememre vetik, hogy miért megint csak ugyanezt, hogy tegyek le még konkrétabb bizonyítékokat. Mondok egy példát. Utoljára, ugye ma reggel kijöttem egy új sztorival a LinkedIn-en, a Dr. László Pesti, Dr. Pesti László, ki hogy olvassa ott a LinkedIn-en, más verziók is vannak, van egy pár profil, ilyen néven, hát a fene tudja, tudod, kik csinálnak ilyenek. Na mindegy. Ma kora reggel is kijöttünk egy sztorival. Az utolsó előtti, a szilveszter környékén volt egy feltételezett Panama, ami Fűzesabony környékén egy állítólag 2200 kilométer hosszú informatikai építmény a vasúthoz, a MÁV-hoz kötődően, és városi legendák szerint azonban, hogy rendőrségi terminus technikust használják, alapos a gyanú. Na most tudod, mikor mondja a rendőrség, hogy alapos a gyanú? Amikor az őrizetbe vétel, majd a letartóztatás, majd az ügyészség, stb. Tehát amikor már majdnem biztos valami. Szilveszterkor kijöttem ezzel a sztorival, hogy ebből a betonból kitetszett spórolni, lopni, kifelejteni a vasat. Tehát a vasbeton egy részében, mintha nem lenne betonvas. És akkor mondták, hogy de hát még, Pesti úr, mondjam még. Hölgyeim és uraim, nekem nincs 6 mérnököm, aki meg technológiám. Oda megy, megröngenezi azt az írdatlan mennyiségű betont. Én részben egy filmproducer, részben egy online alkotóműhely, webes alkotóműhely, webes marketing kommunikációs műhely vezetője vagyok. Nem tudom megröngenezni ezt a... De van számos szakember, mérnökök. Mondom, mérnökök, esetek neki. Közgazdászok, ha tényleg nincs benne a vas, már pedig tudtam, már nincs. Számoljátok ki ennek a közgazdasági kárát, összegét. Tessék előhozni a jogászokat. Polgári büntető, és ha büntető, mi jár egy ekkora, nem is tudom, spórlásért, lopásért? Fene tudja, jó szót. És felszólítottam a oknyomozó újságíró magyar társadalmat, jobbról, balról, középről. Az eredményeket tessék publikálni, nekem nincs egy 40-50, nem tudom hány fő stábom, mérnökökkel, közgazdászokkal,
büntetőjogászokkal. Ráadásul ezek ugye több ezer oldalas. Tehát ne tessék rajtam olyan dolgot számon kérni. Én, és most úgy veszem észre, hogy Magyar Péter is egy beszélő, író, élő felkiáltójel, vagy jelek vagyunk, fölhívjuk egészen konkrétan bizonyos jelenségekre a figyelmet, de nem tudjuk összegyűjteni azt a 4-5 tanút egy-egy feltételezett disznosságnál, nem nincsenek mérnökeink, hadd ne soroljam fel még egyszer, hogy hány fős, nagyon bátor, nagyon profi technológiákkal felszerelt több tucat fős tím kéne, hogy erre vannak a hatóságok, erre vannak a szakemberek. Na jó, csak tudod, ott van mondjuk egy ügyészség, amit a Polt Péter vezet, minden általában egy csomó ügyet visszadobálnak, nem indul el nyomozás. Hát így azért így elég nehéz, nem? Én nem Polt Péternél látom az ebetelásra, hanem a magyar, ugye, mit is mondta a Magyar Péter, hogy szólt az apátia, ugye? Apátia. Hogy apátia jellemzi Magyarországot, mondható akármilyen durvát egyik másik, hát ilyen furcsa emberre, de én ugyanezt érzem több mint fél éve, hogy csak én tunyasságnak, gyávasságnak szoktam azt, amit magyar úr apátjának hív, tehát mondhatunk mi a legdurvább, legkeményebb sztorit, ahol tényleg megáll a gyanú, amíg a magyarok és a magyar szakemberek, akiket említettem, akik odaléphetnének és konkrétumokat feltárva vizsgálódhatnának, de egyáltalán a társadalom széles rétegei otthon ülnek, hátadőlnek a fotelba, és nyugodtan sörözgetnek, kávézgatnak, miközben mi a képernyőn, vagy épp a webes felületeken kifogásolunk dolgokat, és ez a 8 millió, azért mondok 8 milliót, mert hát egy része kiskorú, nem szavazókorú, nem politizál még. De a majdnem 8 millió ember ilyen közönnyel fogadja a mi sztoriainkat. Hát igen, akkor mi megfeszülhetünk. De hogy beszélünk majd, hiába dugjuk ad abszurdum a gilotin alá a fejünket, 8 millió tunyával, a gyávát már nem ismerem mondani, hát nehéz. Jó, szóval hát beszélünk még mindjárt Magyar Péterről, de hogy engem tényleg érdekel a te személyes indítatásod, vagy motivációd. Mi motivált erre a tavalyi kinyilatkoztatásodra? Én ott voltam 88 tavaszán, egy héttel a Fidesz megalakulása után írtam alá a belépést a jogi kar büféjének, a zsíros, kockás büfé asztalán Munkácsi Peti barátomnak, aki, ha jól emlékszem, szintén Bibó szakkollégiumos volt, legalábbis picit közelebb volt az alakuláshoz, és egy héttel a március 30-ai alakulás után, mivel nagyon kevesen vagyunk, és üt a rendőr még az utcán egy Fidesz jelvényért, hát kellett a tagság. Szóval őszre elmúlt, és fél év múlva kiléptem, mert egy újságíró, egy sajtómunkás, az ne legyen pártag. Tehát amint a fizikai, rendőrségi, egyéb atrocitások szűnni látszottak, és haladtunk a konszolidált rendszerváltás felé, én úgy léptem ki, mint akit fenékbe lőtt az ármány. De hát ettől függetlenül én 88 tavasza, tehát majdnem az alakulás óta tolom ezt a biciklit, kezdődöm, mint kampányszakember, filmcsináló, hiszen a Gyurcsány fiatalkori főiskolás borzalmas tetteiről és egyéb az egész életéről csináltam egy tényfeltáró dokumentumfilmet, Bajnainak a libás ügyéről és az öngyilkos libatenyésztőkről csináltam dokumentumfilmet, szemkilövetős, Gyurcsány korszakbeli szemkilövetős és borda összetörős ünnepről, megsebzett ünnep címen. Rengeteg mindent csináltam, mint filmproducer és rendező, és 18 éve meg pedig, mint online szakember a weben próbálok a kampány, Fidesz kampányokat nem próbálok, segítek effektív, tehát mint online szakember nem csak a piacról élek, hanem ilyen közfeladatot is ellátok, főleg kampányidőszakban, mert hát a Fideszben valljuk be közép-kelet-európai helyzetünkből is fakad, kevésbé fejlett az online tudás, mint talán kéne, tehát el kell a webes szakértelem, és én ezt fogom csinálni még 5 évig, 10 évig, 20 évig, de én fideszes maradok, fizetés szavazó, és hogyha megkérnek, akkor kampányokban, hát én
De mi tetszik egyébként? Rengeteg kampányt vezettem, csak vagy szakértettem, mert Tarlós István első kampányát én vezettem, stb. Én egy hűséges ember, mert egyszer lerakom a garast valahova, akkor általában az ott marad. Én szeretném megjavítani ezt a fajta politikai mozgalmat, amit Fidesznek hívnak, pártat, bocsánat már, mozgalom. Tehát mozgalom vagyunk a tekintetben, hogy a nem párttagok, hát jóval több, mint 2,5 millió emberről beszélünk, körükben érzem a csalódottságát az orkok miatt, és szeretném, ha nem lennének. Szeretném, ha az emberek sokkal nyugodtabb szívvel és tisztább lelkiismerettel dobhatnák be azt a szavazó cédulát az urnába, a választásokon. Szeretném, ha a magyar korszerű konzervativizmus tisztább és tisztességesebb lenne. Tehát ez a verssorból lett mondás, hogy érted, haragszom, és nem ellened, ezt én nagyon komolyan veszem. És sose fogok a balosoknak ennyit se segíteni. Nem kedvelem csak, őket. Én ezt értem, csak tudod, amikor azt mondod, hogy orkok, hát 60 pusztán kilakik? Vagy kinek a birtoka van? Nem látok tisztán. És lehet, hogy a balos vagy fű. Tudod, de nekem itt a balosság, tudod, a kognitív diszonancia. Bocsánat, a független objektívet akartam mondani, ami nők is rögnek. Szóval ők se látnak tisztán, szerintem. Valóban épül ez a 60 puszta, nagyon fura. De én, amikor nem vagyok valamiben biztos, inkább befogom a számot. Nem, én egy kicsit ezt a kognitív diszonanciának a rovására írom, hogy amikor előkerül egy ilyen ügy, akkor jaj, egyébként az ellenzék, vagy a baloldal, vagy a liberálisok mit csinált? Ez egy kognitív diszonans nekem. Tehát, hogy valami magyarázat arra, hogy elfedjük azt, ami egyébként a mi értékrendünkkel nem egyeztethető össze. És egyébként, amikor azt mondtad, hogy te voltál az első fecske, és ugye Magyar Péter a második, nem Simicska? Bocs, kijavított valaki, hogy Simicska volt a nulladik. Igen. Ja, a nulladik. Még hülyeskedtünk is a riporterre, hogy hát ha a Szigeten van nulladik nap, akkor lehet nulladik fecske, és ez igaz. De ott az összeveszés is egy érdekes dolog volt, már a Simicska és az Orbánék között, ugye ezt az orosz közeledést, az ellopott milliárdokat estében nem nagyon, Lajosunk nem nagyon respektálta, nem? Nézd, egy dolog, na, tehát ugye ez kiderült az eddigi beszélgetésünkből is, hogy amit nem tudok bizonyítani, ott talányosan fogalmazok, tehát hogy Simicska Lajos gazdasági manőverei milyen megítélés alá essenek, arról én most nem mondanék inkább semmit. De egy biztos, hogy ennél a mostani gárdánál, akit én orkozok, hogy ezerszer okosabb volt, és az egyik legokosabb ember volt, aki valaha a Fideszben tartózkodott, azt azért konkrétan szögezzük le. Ezek a hölgyek és urak meg nem. Hát, hogy finom legyek, nem a legélesebb. A lőlő jelenség prominensei nem a legélesebb kések a készletben. Egyik-másik beszélni nem tud. Öltözködni nem tud. De pont ez gazdasági, a lényeg, hogy ne tudjanak. Műszaki tudásuk. Nem? Beszélgettem én egyikkel, másik, harmadikkal eleget. Hát nem volt a konfliktusmentes beszélgetés. Tehát első kézből tudom, hogy miről beszélek. Ezek nem okos emberek. Jó, akkor a másik vonal, tehát hogy lehet leválasztani Orbánról egy Mészáros Lőrincet, vagy a vejét Tiborcz István? Tehát, hogyha az orkokról beszélünk, és akik Orbánt körbeveszik, hogy lehet leválasztani? Fogalmam sincs, és nem is érzem azt, hogy ez az én feladatom lenne ennek a megoldása. Azt is, jaj, még amit nagyon szeretek, amikor engem piszkálnak az elmúlt bőfélében, hogy már bocsáss meg, hogy neked is ezt mondom, Andis, hogy tőlem kérdezik meg, hogy lehet leválasztani. Oldja meg más, jó? Nem, ezt nem azért én vállaltam elég kockázatot, kipakoltam az asztalra eddig 5 sztorit, ami mind kemény sztori. Nem tudom, hogy lehet leválasztani. Oldja meg más, jó? Jó, értem. Egyrészt nekem van 2 szakmám, a filmprodukció és az online. Plusz, hogy bevállaltam még ezt, nem tudom, hanyadiknak ezt a szerepet. Tessék már megoldani helyettem, jó? Jó, én ezt a részét értem, én ezt a fideszességed miatt kérdezem. Tehát, hogy van egy ország, amelyik most már kimutatható számokban, hogy kb. A legszegényebb ország lett mondjuk az Európai Unióban, hogy nyugat helyett kelet felé fordult, nem tudom, Putyinnak, nem
tulajdonképpen nem tudom, hogy Orbánt, hogy is szokták nevezni, hogy Putyinnak, nem tudom, csicskája, vagy bármi, tök mindegy, ez nyilván egy ilyen ellenzéki, nem tudom, frázis, de hogy te ebben mit látsz még, amihez ez ragaszkodni tudsz? Most, amit az utolsó négy mondatod, ez konkrétan és explicit nem értünk egyet. Én kritizálom a magyar establishment, a magyar kormány, a magyar hatalom személyzeti politikáját, hogy olyan emberek kerülnek rendkívül privilegizált helyzetbe, akár a kormányon belül, de főleg ez a vállalkozói réteg, akiket én orkoknak hívok, akikor érdemtelnek, és amellett, hogy nem látom tisztán, hogy kerülnek hát 100 milliók A pontból B pontba, csak súlyos sejtéseink vannak, amelyet a viselkedésük pokoli, és nem csak nekik, hanem sajnos az utóbbi mondjuk 10 évben kis falvakban, kis városokban, nagyvidéki városokban, a helyi Fidesz vezetésben megjelentek olyan arcok, akik egyszerűen pökhendiek, lekezelőek, döjfösek, és ez a lakosságot, úgy a fideszeseket, mind az ellenzéki érzelműeket talán még jobban zavarja, mint a furcsa meggazdagodások. Tehát a stílus, ez a végtelen nagypofájúság, lekezelés, szóval ez a döbrögi versus Rudas Matyi attitűd, ez talán még a bizarr meggazdagodásoknál is irritálóbb a magyar nép számára, szerintem. Én úgy gondolom egyébként, hogy amit mondtál, hogy ezek az emberek jobb esetben írni, olvasni nem tudnak, hogy pont ez a lényeg. Én azt megértem, nem fognak kritizálni. Orbán Viktor Simicska a konfliktus után a miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy hát előbb már mondtam, hogy Simicska Lajosra ezt, meg azt, meg amaz biztos lehet mondani, de speciál rendkívül okos, sőt, talán zseniális ember. Szokták volt, volt, nem, ma is az, tehát nem változik. És tehát a konfliktus nyomán a miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy nem kéne még egy hasonló korszakos gazdasági zsenit ilyen módon meggazdagítani, de azt hiszem, hogy áttetszett esni a traktor túloldalára, mert ezek jelentős részben vakhülyék. Igen, ezek csak tudod, amikor tehát, tehát azt kompenzálandó most már tényleg agyilag zokni. Csak embereket tudod, amikor sikerült helyzetbe hozni, és ezt úgy érzem túlzás, és ez is irritálja az embereket. Tehát nem a 250 milliárd kedrőszerdára, nem a 600 milliárd, nem a 35 milliárd a legirritálóbb, hanem a döjfös stílus, a flancolás, és az ehhez társuló nagyon szerény szellemi, lelki és egyéb képességek. Ez csak tudod, az első az Orbán kormánynál jelent meg ugye hát a Simicska, mint APEC elnök első ilyen nagy megbízatása, és nagyon sokan azt mondják, hogy onnan kezdődött ez a fajta hatalom integráció, vagy hatalom átvétel, amit ugye a Fidesz alapvetően így a politikájának a részének tart, ugye Lánci András elhíresült mondata, vagy Kósa Lajos, hogy a közpénz, elveszti közpénz jellegét. Nem Kósa Lajos, bocsáss meg, az Matolcsi György szerint. Hát igen, ott ugye a ilyen alapítványok, a Balassatini alapítványok, és lehet, hogy ez is városi legenda, de ott 200 milliárd átvándorlásáról volt szó, igen, hogy a közpénz jellegét elveszítendő valahogy megint csak A pontból B pontba. Amit a Lánci mondott, azt szerintem félremagyarázzák. Lánci Andrást én rendkívül intelligens és bátor embernek tartom. Ugye nem úgy olyan rég még a mielőtt nyugdíjba vonult, a Corvinus rektora volt, és egy méltó rektora volt ennek a Európa hírű egyetemnek, egy kiváló koponya, és egy én szerintem erkölcsileg hibátlan ember, én nagyon kedvelem őt. Ezt a mondását szokták kontextusából kiemelni, tehát, hogy a Fidesz lényege, ezek a NER disztonságok, hogy szóval ez a párt velejét képezi, elidegenítetetlen része. Mást akart ő mondani, nem zárom ki, hogy ironizált, nem ismerjük a szövegkörnyezetet, szóval szerintem, mint egy erősen kontextusából kirántott és félremagyarázott mondatról van szó, mert ismerem Lánci András véleményét, akit erkölcsileg és szellemileg egy makulátlan, kiváló embernek tartok. És Magyar Péter, mint második fecske, miért félted őt?
Azért, mert Péter messzire megy. Tehát ugye én kifejtettem, hogy nem akarok még egy pert, vagy még 10 perc veszteni, és ezért mindig ugye, kicsit elviccelem, miközben mindenki tudja, hogy miről beszélek, mert 5 méter, 10 méterenként állítanak meg az utcán a járókelők azóta is, és nem csak a járókelőkről van szó, hanem a fideszes járókelők, és köszönik meg, hogy végre valaki kimondta, mert ők ugyanígy érzik, ugyanígy gondolják, mint az én Tusványosi mondandóm, de nagyon magas szintű minisztertől is kaptam már szolidaritásról, egyetértésről szóló nyilatkozatot. Igaz, a fülembe sugva. Nem a nyilvánosság előtt. Hát magyar túl messzire megy, azt mondod? Azért na most igen, a Magyar Pétert kérdezted. Tehát mindenki érti, amit mondok, így is, hogy egy picit talányos vagy, kétértelmű vagyok, viszont peresíthetetlen. És én féltem a Magyar Pétert, hogy annyira konkrét, és annyira bátrabb az ő mondani valója, és pacekba megy, és durva, ezzel előtt respektusom, picit féltem, hogy peresíthetővé teszi magát, és pert veszteni nem jó dolog. Te beszéltél vele egyébként? Most még nem, most hadd csengen egy picit le a dolog. Most engem is ugye számtalan riporter és sajtóorgánum kérdez meg, de hát őt, ő van természetesen, most ő a lándzsahegye ennek a dolognak. Gondolom van elég gondja, támad, védekezik, tehát ő is szemmel láthatólag egy kidolgozott, legalábbis remélem, egy kidolgozott stratégia és taktika mentén cselekszik. Ne jön az ideje, hogy leüljünk egy kávét meginni. És hogyha leültök egy kávét meginni utána? Hát az is lehet, hogy nem lesz hosszú a beszélgetésünk, mert tudod, akik úgy nagyon egyetértenek fontos csomópontok megítélésében, azok lehet, hogy 10 perc szóval csajokról fogunk beszélgetni, vagy a szép terepjárokról, vagy a lovakról és kutyákról, tehát az időjárás különösen fontos. Szóval lehet, hogy de az is lehet, hogy egy nagyon jó beszélgetés bontakozik ki, amiben tudunk egymásnak újat mondani. És nem mondjuk a másik olyan, hát nem tudom, politikussal, független politikussal, aki folyamatosan szinte heti rendszerességgel hoz ki egy korrupciós ügyet, Hatházi Ákos vele például, nem tudsz valamilyen fajta kooperációt elképzelni? Nem, arra, hogy nem is óhajtom. Nagyon sokan kutatják ezt a ORK problémakört, és nagyon rég, és elég ütős és érdekes sztorikkal jönnek elő, és félek, bár hát ők a baloldalhoz tartoznak, tehát én nekem, jó, hát mindenkinek van egy pici átjárása a másik oldalra, a balosoknak is, erre nekünk, fideszeseknek is. Oda, de én ezekkel a műhelyekkel nem tartom a kapcsolatot, ők explicit baloldalinak definiálják magukat, és én pedig egy jobboldali csávó vagyok, egy keresztény konzervatív értékek mentén, konkrétan keresztény konzervatív értékek mentén cselekvő ember. Én azt gondolom, hogy az én Fideszem, hát egyrészt részben az a 80-as évek vége, meg a 90-es évek, meg a... Szóval, hogy, és a mostani is, csak szeretném a tisztább lenni. Én a balosokkal nem vannak persze haverjaim. Nem csak, hogy ilyen ügyek nem kovácsolják-e össze? Nem, minket nem, mert egy virtigli, egy igazi fideszest, mint én, nincs, ami összekovácsolja az igazi balossal. Tisztelem, 3 lépés távolságban. Ő azt gondolja, én ezt gondolom, virágozzék 100 virág, mondják a kínaiak több ezer éve, virágozzék 100 virág, nem járunk sörözni. Tehát akkor a motiváció tulajdonképpen a részedről az volt, hogy elég. Ezt így kimondhatom, vagy nem? Igen, de nem teljes mértékben utálok megkerülni, vagy úgy elsúnyogni választ. Arra a pillanatra kérdeztél rá, amikor én Tusványoson ott ülök annál a hosszú asztalnál, amit ugye ma panelnak kell mondani, mert ezt nem tudtam. Szép jövevény szavaink, amit a sznobok előszeretettel használják. Ott ülök a panelban, kérlek szépen, 6-7 kárpát-medencei újságíró, tőlem 3 méterre a Bajer Zsocca, mellettem a Lehel, stb. Kristályra. És tulajdonképpen én, amikor beülök abba a nevezzük kerekasztal beszélgetésnek, aminek azonban a sátra az annyira tele van, legalább 100 ember egy kis sátorba, amik csilláron is lógnak, és ott hangzik el egy mondat úgy a beszélgetés fele egyharmada környékén,
pont Bajás Zsolt szájából, aki nekem az alapítás óta barátom, bár az utóbbi időben, mintha nem nagyon reagálna, ha néha küldök neki egy SMS-t, még nem nagyon válaszolt, amit én megértek az ő helyzetében, mert hát lehet, hogy már ő nem gondolja azt, hogy barátok vagyunk, azért illik visszaírni. Na mindegy, hagyjuk is ezt. Szóval amikor az a szituáció előadódik, mondjuk úgy, már megy ez a beszélgetés, ez a 6-7 fős beszélgetés, óriási, hát elég nagy közönség előtt, és Zsocza elmondja a Biden klánról, Joe Bidenről és fiacskájáról, akik hát az egyik egy, nem tudok jobb szó, tehát egy kezelhetetlen demens az amerikai elnök, és ezt nem én mondom, ez már közhely, fiacskája meg alapos a gyanú, hogy kifosztotta Ukrajnát az elmúlt tizenvalahány évben. Tehát egy szörny RT-ről beszélünk, ami a Biden klán. És így elmondja Zsolt, és akkor támad egy másodperc szünet ott a beszélgetésben, és akkor üt be nekem a menkő. Hogy igen, igaza van Zsoltnak. Azt a rabló bandát, a Bidenéket. De hát van itt egy magyar példa is, nem is egy, talán 5 tucat. Én nekem abban a pillanatban, abban az egy másodpercen kellett döntenem, akkor csapott belém a mennykő, hogy gyorsan megszámoltam, 3 nagy kamera, legalább egy 1/2 tucat ember telefonnal rögzít, látom, hogy mérvadó emberek ülnek a székeken. Na most, hogy azok a mendemondák, hogy ez előre ki volt találva? Nem. Egy másodperc alatt kell döntenem, és azt mondtam, hogy most. Orbán Balázs úgy fogalmazott a interjúd után, hogy ez egy média hack. Nem is értettem. Én Balázsral korábban, igaz, nagyon röviden kezdett fogunk, hogy vagy, tehát nem volt köztünk soha egy nagyon részletes és analitikus beszélgetés, de hát nem voltunk mi rosszba. Naphegytéri közértben néha összefutottunk, van ott a közelben lehetett az irodája. Szerbusz. A média hack szó mást jelent? Hát te, mint szakember, nyilván elmagyarázhatod neki. A média hack az, amikor kitalálunk, mondok neked egy példát, nagyon szeretem azt a műfajt, de szerintem sokan az áldokumentum film, tehát amikor 50 percen keresztül oly hitelesen idézőben, tehát tanukkal, helyszínekkel. Az olajfaló ugrott be. Az olajfaló, én is csináltam, Vérnyúl címen a YouTube-on megtekinthető. Szóval többen próbálkoztunk már így a dokumentumfilmesek, én imádom ezt a műfajt. Például az áldokumentumfilm az egy média hack. Hát jó, meghekkeljük szegény tévénéző, és a végén jön rá, hogy te jó Isten, én ezt beszoptam. A média hack az egy olyan dolog, ami egy tulajdonképpen valótlanságot próbál fölöltöztetni általában humoros célzattal, becsapandó a nagy közönséget, meghekkelni valamit, ugye az egy nálunk erősebb, strukturáltabb gépezetnek túljárni az eszén, aztán együtt röhögünk a végén. De teljesen más dolgot jelent, mint véresen komolyan elküldeni a francba egy alapos a gyanú körúti rablóbandát. Szóval két szó, én nem is értettem Orbán Balázst, akit egy rendkívül okos és képzett embernek tartok, hogy jutott pont ez a szó eszébe, amikor a média hack egészen más jelenséget fed, mint ami túlságosan történt. Hát véleményem szerint, bár én őt nem ismerem személyesen, de szerintem egy kicsit olyan, a cél szentesíti az eszközt, mint hogyha már a valóságtól ezek az emberek egy picit elrugaszkodtak volna. Orbán Balázs mondható volna az, hogy hazudik a Pestin. Az legalább egy olyan mondat lett volna, aminek köze van a történethez. Pestrászló téved. Pestrászlót megvezették, jó srác, 36 éve, 35 éve tolja a Fidesz bicikliét, köszönjük, amit a kampányainkért, a magyar konzervativizmust sértett, de most, mint a Pesti László benézte volna ezt, az... sok mindent lehetett volna mondani. Durvát is, nem sértődöm meg. És persze a média hack kifejezés, az olyan, mintha ezt a mikrofont, most már nyelvészkedtünk egy fél órája, ezt a mikrofont elkezdenénk laptopnak hívni,
a laptopot meg mikrofonnak. Szóval hát szerintem így, vannak ők a valósággal. Egyébként én személy szerint úgy gondolom, hogy ezt az egészet meg lehetett volna úgy oldani, mármint a korrupciós ügyek kérdését, hogy az Európai Ügyészséghez az ország csatlakozik, és transzparenssé teszi a belső folyamatokat. Hát az Olafhoz speciál szép magyarsággal csatlakozva van, csatlakozott az Olafhoz. Szerintem az Olaf is elég lenne. De amúgy igazad van, ez az Európai Ügyészség se butaság. De ha már Orbán Balázs hoztad, ugye, amikor én ottan túlsványosan elmondom ezt a lopunk, csalunk, zsarulunk, de a lényeget nem vették le az emberek. A kirakatban mondom, tehát az volt analóg számomra a Joe Biden és klánja tevékenysége és az általam ostorozott orkok között, hogy mindez oly nyilvánosan bevalva a kirakatban szégyen érzet nélkül arcátlanul zajlik, tehát nem a jogtalanság, igazságtalanság, hanem a stílus, ahogy megvalósul, tehát, hogy már csak azt sem mondja senki, hogy sorry, bocs, a kirakatba szóra kevesen kaptak rá, mert a Bidenék is, meg ezek az itteniek is arcpír nélkül teszik, amit tesztek itt, tehát nem szégyelik. Ez kötötte nekem össze a két jelenségen. Na mindegy. Hát csak tudod, hogy a világnézeti kérdés, pont ma olvastam egy hírportálon, hogy 2015 óta, hogy ebben a rendszerben az emberek hinni tudjanak, 1360 milliárd forintot költöttek el propagandára. Surányi mondta talán, hogy 5, vagy lehet, hogy több marsalsegényi pénz érkezett Magyarországra. Ebből te látsz bármit a jövőnkbe befektetve? Én semmit konkrétan. Nézd, én nem vagyok közgazdász, és kínosan vigyázok a Schuster maradjon a kaptafájánál mondást betartandóhoz. Kínosan ragaszkodom ahhoz, hogy amihez értek, tehát, hogy az online-ban publikáljak, hogy interjút adjak, és azokról a dolgokról, amelyekben bizonyos vagyok, viszonylag érthetően a kedves nézők, online fogyasztók, rádióhallgatók számára érthető mondatokat fogalmazzak meg. De például a makrogazdasági adatokkal, mire mennyit pénzt költöttünk az elmúlt 13 évben, ez Surányinak, Matolcsinak, Varga Mihály miniszter úrnak kell lenni, hogy szerintem ez a szint, ami akik mérvadóak ebben bármilyen vélemény nyilvánítani, én nem szoktam. Nem csak tudod, az a furcsa, hogy azt mondják, hogy szakértő kormány, most nem tudom, hogy a hiány 600 milliárd forint körül van, nem tudom, hogyha azt mondod, hogy az emberek apátiában élnek, vagy nem foglalkoznak transzparens lopásokkal, és hogy ez se érdekli őket, és ezt el lehet szakértői kormányként adni, hát nekem ez borzasztóan furcsa. Tehát egy ilyen propagandától átjárt országban, ahol tényleg erre olyan mennyiségű pénzt szánnak, én nem is csodálom, hogy az emberek egyszerűen a valóság képüket torzan fogják föl. Engem meglep egy picit, tehát ebben megint nem értünk egyet, Andris, mert bár számadatokat, amit az imént idéztél, én így konkrétan nem tudok. Tehát, hogy konkrétan ennyi és ennyi és ennyi forint, mint egy év alatt, 5 év alatt, 10 év alatt, meggyőzésre, vagy ha tetszik, propagandára, de ami viszont már az én szakmám, hogy ismerem a jobb és baloldali, de vannak azért, bárkit mond, vannak viszonylag független orgánumok is, bár az ország ketté van fűrészelve, és döntő többsége balos vagy jobbos, offline és online médiára oszthatjuk a sajtópiacot, a tájékoztatást, ha úgy tetszik. Én azt látom, és ez probléma, hogy bár a minden bizonnyal igazadva, és nagy összeg kerül elköltésre a jobboldali média felpumpálására, most már vannak online próbálkozások is, mert itt azért volt egy kis lemaradás a múltban, de a nézettségi adatok, a hallgatottsági adatok, a kattintás számok, ha tetszik, a megosztások, a lájkok, a komment szekciók számszerűen, mintha elmaradnának a balos offline és online felületek népszerűségétől, tehát lehet, hogy óriás az összeg, lehet, hogy sok az orgánum, de én egy 2-3 évvel ezelőtt vizsgáltam nagyon részletesen
ezeket a nézettségi és online aktivitási számokat, és akkor elég rossz volt a helyzet, ami a jobb oldalt illeti. Lehet, hogy itt két év alatt radikális fejlődés következett be, de nemrég beszélgettem egy szakértővel, hanem is láttam így fejére, feketén a számokat, és elég csúnya adatokat mondott. Tehát lehet, hogy nagy a befektetett energia, de hát tudnék olyan, én itt elmúlt fél évben egy 6 milliárdos filmes történetet is elmeséltem, amikor egy amúgy influencerként is dolgozó Fidesz közeli ember 6 milliárdot költött egy olyan filmre, ami beszélésem szerint nem fog sem Karlovivári-ból, sem Cannes-ból, sem Velencéből aranyoroszlánt, vagy Cannes-i aranypálmát hozni. De most egy orkról beszélsz? Nem tipikus ork, inkább az ő, hát hogy is mondjuk, ami nagyon finom kifejezést keresek, de úgy látszik a szókincsem szegényes. Na mindegy. Mi az őket palástoló és védő média személyiségről, aki producernek hívja magát, és 6 milliárdot költött el egy olyan filmre, ami szerintünk, azért merem mondani, mert a fél film szakma így gondolja, de lehet, hogy a 3-4, és az NFI dolgozók így gondolják, tehát a Nemzeti Filmintézet, amely az gyakorlatilag egyetlen nagy potens szponzora a magyar filmgyártásnak, és ott dolgozók a hajukat tépték, amikor ez az összeg hát megítélésre került, aminek egy jelentős része adó visszatérítés, de egy jelentős, nagyobb rész, azt így oda kell adni. És utána egy évig alig tudott a magyar filmipar drágább produkciót, tehát Vörös Szőnyeg, nemzetközi sikergyanús produkciót létrehozni. Nem értetek egyet azok se, akik ott dolgoznak. De akkor miért kellett ez a 6 milliárd? Hát, van is, ne tőlem kérdezőt, amire én nem vagyok hivatott válaszolni. Nem csak, hogy a szakmádról beszélgetünk, azért ott is felelhető az, hogy a fideszes producereknek is kicsapta a biztosítókat. Azok sem. Hát akkor hol vannak ők, miért nem beszélnek? Mitől félnek? Nem értem. Nem az én számból hangzott el a félelem szó, hanem a tiédből. De megütötte a fülemet. Tetszenek érteni, miről beszélek? Nincs mitől félni, aki a tehetségéből meg tud élni, kedves, annak nem kell félni. Kedves szerintem. Nézők és userek, vagy a Cilla szokta mondani. Követők, rajongók. András mondta a félelem szót, nem én? Na, ezen gondolkozunk. Nem szabad szerintem félnünk, ez a lényeg. Talán magyarnak is ez az üzenete a Facebookon. Ne féljetek, azzal fejezi be a posztokat. Hát igen, fölrázni. A konzervatív tábort, hogy gyertek velünk, meg lehet ezt változtatni. Na de hogyha ezt megváltoztatják, akkor a király mesztelen lesz. Lehet, hogy a király fog bukni. De miért vagy te olyan biztos? Hát, mert véleményem szerint Orbán irányítja ezt a rendszert. Hát a te véleményed. Ez az én szerintem. Véleményem, igen. Ezt már mondtam ezt a kínai mondást. Virágozzék 100 virág. Uh-huh. Szerinted igen? Én nem tudom. Hát rengeteg nem városi tudom. Legenda beszél titokzatos háttérhatalmakról, kis magyar deep state-ről, hadd ne soroljam. Jó, és az olyan erkölcsi kérdések, aminek csak egyébként a véleményezés szintjén érdekel a véleményed nyilván az ügyben, mert hogy feltételezem, hogy erről szerintem még a Fidesz belső köreiben is kevesen tudhattak, de itt van mondjuk ez a kegyelmi ügy kérdés. Tehát ahogy mondjuk egy egyházi vezető például ilyen módon jár el, mint Balogh Zoltán. Tehát itt hol az erkölcs, hol a jobb oldalnak adott esetben az a valódisága, amiről talán Géfodor Gábor mondta egyszer, hogy ez egy politikai máz, ez a polgári Magyarország. Nem biztos, hogy így fogalmazott, de nagyjából ez volt a lényege. De nem megkerülendő a kérdés, szívesen elmondom Balogh Zoltán kapcsán is, hogy mit gondolok, bár azt csatlakoznék azokhoz a megkérdezettekhez, akik azt mondták, nézd, én bármennyire is a római katolikus egyház struktúrájával kapcsolatban az elmúlt, hát úgy 45 évben, mert már 59 vagyok, tettem néhány csípős megjegyzést, de én római katolikus vagyok, bár a barátaim azt mondják, hogy nem, Laci, te római kaotikus vagy. Én egy másik felekezet, ráadásul tradicionális, régi magyar felekezet, semmelyik protestáns egyház ügyeihez nem szívesen szólok hozzá, nem érezném ízlésesnek,
úgy érzem, nem az én dolgom, de Varga Judit és Kovács Katalin kapcsán... Beszélhetünk a katolikus egyházról is, gondolod, ott is van egy pár furcsa, igen, de lesz, hogy ki, kimerítene másik podcast adást. Nem, én egy mélyen hívő ember vagyok, és egyház gimnáziumba jártam, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy katolikus, római katolikus vagyok, csak hát némi kritikai él azért néha előfordul a dumámban. De a lényeg az, hogy mind a Novák Katalin, mind köztársasági elnökasszony, mind a volt igazságügyminiszter asszony kapcsán tudnék egy-egy gondolatot. Nézzük először Varga Judit esetét. Megszámoltam. Kipattan a botrány, és 4,5 napig, de így néztem a sajtót, 4,5 napig nem hozza se jobb oldal, se bal oldal, se független sajtó a magyar nép tudomására, hogy Varga Judit igazságügyminiszter kezét kétszer járja meg az ügy. Ugyanis ez az eljárás jog, ez az eljárás rend. Egyszer odafelé, amikor fölfelé megy a köztársasági elnök, azt mondja, majd amikor a köztársaság. Majd amikor visszajön. Amikor már visszafelé jön a köztársasági elnök asszony aláírásával, igenlő alá, akkor egy majdnem úgy rutin, vagy nem is tudom, minek nevezem, protokollba illő automatizmus, akkor már el szokta jegyezni a igazságügyminiszter. De az a baj, hogy ezt jóval megelőzően, amíg még a beadja az érintett, most már elítélt bíróság, azt tovább küldi Varga Juditnak, a bizony jogászok és Varga Judit igazságügyminiszter megnézi, és explicit nemet mond. És utána megy föl a Novák Katalinhoz. Erről miért nem lehetett 4, talán 4,5, 5 napig beszélni? Hát mert mértek. Hogy volt egy nagyon ex-katedra nemje a kegyelemre Varga Juditnak. Majd fölmegy a sztori, majd az aláírás, de visszafele már azt mondja, nem tehettek nem, más, erről nem? Csak nem egy hétig nem értesült a magyar nép, hogy amikor meglátta, azt mondta, hogy nem. Annyit tudunk, hogy Novák Katalint, hát ugye is itt Balogh Zoltán szerepe számomra nem tisztázott. Hallottam egy ilyen fél bocsánatot kérést, hogy legyen az bocsánatkérés, ha úgy értjük, hogy befolyásolás történt. Na most azt, hogy befolyásolás történt Novák Katalinra, az a nagyon durva a zsarolástól a nagyon enyhe tanácsolásig sok mindent jelenthet. Nem voltunk ott, és nem védem Novák Katalint, félre ne értsen senki, aki belekeveredik egy ilyen pedofilokat segítő ember megmentésébe és amnestia kiadásába, ott gáz van. Én mondom, a pedofiliát rendkívül súlyos dolognak tartom, és ha bárkinek köze lehet egy ilyenhez, ott nincs, ne legyen bocsánat. De, hogy a Novák Katalint nem érte olyan presszió. Ugye a Magyar Péter féle, aki elmondta, hogy a családjával is kvázi zsarolta? Hát a Magyar Péter konkrétan a zsarolás szót használja, uh-huh. Egy másik eset kapcsán, hogy nyilván, persze. Egy neves középületbe, és mindenféle öltönyösökről beszél. Nem akarom most a szakmájukat itt, hiszen ő mondta, és nem voltam ott, ezért vigye Peti a felelősséget. Azt, hogy őt megsarolták egy családi ügy kapcsán, nem ez a amnestia ügy, egy korábbi, egy családi ügy kapcsán. Azt úgy emlékszem, a zsarolás szót használja. És az, hogy Novák Katalinra bizonyos, hát hogy is mondjam, befolyásolás történt, ezt már ismerték, és befolyásolni bizony lehet egy Smith & Wesson 0.500-assal is, ami leviszi az ember fejét, és befolyásolni úgy is lehet, hogy egy kávé mellett azt mondja neki valaki, drágám, írd alá, aztán nem megy. Uh-huh. Tehát az egészen ennyit, egészen durva, hogy a befolyásolás az egy nagyon sokrétűen értelmezhető kifejezés, egyikünk se volt ott, Andris, nem tudjuk. És nem mentem a Novák Katalint, de nem tudjuk, hogy milyen erejű volt ez a befolyásolás, és azt gondolom, hogy a történt ilyen, már pedig nagyon úgy néz ki, az egy majdnem, hogy nagyobb és veszélyesebb anomáliára utal, mint ez az egész sztori, amiről most már mindestől a 9 napja beszél. Ha ilyen történhet, hogy ország első számú közjogi méltóságát, mert úgy tudom, hogy a 3 közjogi méltóság közül mégiscsak
ha nem is, tudjuk jó, hogy nagyon csekély a hatalma, de mint közjogi méltóság az első számú bármiféle befolyásolás érhet, akkor ottan baj van. És ezt akartam az előbb mondani, hogy Bárándi Péter múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy az ő igazságügy minisztersége alatt ilyen egyéni felterjesztésből mondjuk 2-3 év alatt gyűlt össze 22 ilyen eset, itt pedig egyben nyújtottak be ugye egy jó nagy csokrot, amit a pápa látogatásnak az alkalma hivatott alá, legalábbis ez volt egy darabig a kommunikáció, és hogy itt még kik lehetnek ebben a listában. Nyilván nem tudjuk, nem is akarok ezzel sugallni semmit, csak amit te is mondtál, hogy mondjuk adott esetben nyomásgyakorlás. Hát elég érdekes ez a NER működés, és én ezért ezt, mondom, hogy... Az is nagyon, hogy nem keverném ide, tehát egy ilyen szintű notabilitás, mint a római pápa látogatása, az egy nemzetközi gyakorlat, hogy okot szakot adni, nem csak most, sok évtizeddel. Na jó, csak amiről eddig tudunk, ott nem volt csak az a takarítónő, aki a bíróságon fotózgatott, aztán ott volt egy terrorista, Budaházi György, aztán itt volt egy pedofil segítő. Ez a terrorista dolog, én vagy terrorizmusért elítélt, én bocsánat. Én nagyon távol tartottam mindig a szélső jobbtól, vagy ha tetszik, nemzeti radikálisoktól magam, tehát azt hiszem, én a Fidesznek mindig pont a másik felén ültem, nemzeti liberálisnak is hívták ezt még 30 évvel ezelőtt, csak aztán a liberális is ugye szitok szó lett. Szóval én sose várultam egyikénnyel ilyen szélsőjobbos vagy nemzeti radikális, ki minek hívja alakokkal, de a Budaházi ügyben megkértek, méghozzá Edda, a testvére, elmentem Budaházihoz, aki ilyen lábperetszel otthon ült. Beszélgettünk egy kicsit, beletekintettem az iratokba, és majd észrevettem, hogy olyan emberek, mint Skrapski Fruzsina, aki aztán tényleg nem nemzeti radikális, hanem egy jobb közép és hihetetlen szép életúttal és tisztességes élettel a háta mögött, olyan emberek, mint Csókai András, a világhírű, rendkívül sikeres idegsebész, szintén egy keményen hívő és jobb közép, tehát mondjuk azt Fidesz közeli. Olyan emberek, mint Schiffer András, aki még csak nem is Fidesz közeli, mert azért balra egy LMP alapító. Mind-mind írják alá sorba, és még mondhatnék neveket, akkor, de azért írták alá, amiért én is azt a Budaháziékhoz köthető kegyelmi kérvényt, mert Voltaire pár száz évvel ezelőtt azt mondta, csak rajtam kívül nem szokták ezt hangsúlyozni, Voltaire azt mondta, hogy barátom, az illető egyetlen szavával nem értek egyet, de az életemet adnám, hogy szabadon elmutassa a véleményét. És aztán mindenki ennek a jegyében, Csókai, Schiffer, Skrapski, sőt, hát Skrapski ugye megfőzi a Csintalant, aki az egyik sértetnek tűnik, hogy még ő is hasson oda, és sikerül, és Csintalan Sanyi elég nagy emberi nagyságról tanulságot téve eljár, hogy meglegyen a Budaháziéknál az amnesztia. Tehát én speciális kevesen tudják, de mint webes szakértő, hát az én tanácsaim szerint készült a szabadság, én szereztem meg a szabadságot.com doménnevet, ami szerintem nem egy rossz doménnév. A színvilágát, az ergonómiáját az oldalnak én terveztem, ami aztán 10 000-ével gyűjtötte a híveket, amellett, hogy a köztársasági elnök, tehát a tervek voltak az énmet budaházi körében lévő fiatalok voltak, akik két kézzel kivitelezték, de hát én terveztem, meg gondoltam, hogy a szaktudásomat is. Hát a Skrapskinak eszébe jut, a Fruzsinak, hogy elmenni a Csintalanhoz, ami zseniális ötlet volt, gondoltam, hogy én is egy kicsit a aláírásomnál azért többet oda teszek, miközben közöm nincs a ez a nemzeti radikális politizáláshoz, szóval élettől mindig menekültem, de volt erre egyébben, nem én mondom el még egyszer, azt mondtam, hogy most oda kell tenni magunkat, mert a szabadság, nem láttam én bizonyítottnak ezt a dolgot jogtechnikailag, az az igazság. Értem. Hát nem, ez mind az indukálta ezt a hosszú locsogásomat, hogy te terroristának nevezted a Budaháziékat, amire én nem vennék mérget. Na. Ez az ügy, amit most így egyébként így elmondtál ezzel a Budaházi üggyel kapcsolatban, nekem
és ezzel most tényleg nem szeretnék senkit megsérteni vagy megbántani, de nekem néha úgy tűnik, mintha a párthűség vagy a pártszimpátia néha felülírná a valóságot. De mondom ezt, hogy most nem csak a budaházi ügy kapcsán, hanem akár a korrupciós ügyek kapcsán, vagy Novák Katalin kapcsán, ugye a Fruzsina az ő ügyében is megszólalt, hogy titkos szolgálatokat lát a háttérben, meg ilyen különböző dolgokat. Hát Fruzsi egy nagyon, nagyon bátor csáj. És a szakmaisága is megkérdőjelezhetetlen. Hát ma már beszéltünk, ma itt egy Fidesz közeli, tudom, így szoktak ilyenkor csinálni, idézőjelben. Elmondják, hogy idézőjelben volt, pont elég lenne így csinálni, vagy azt, hogy idézőjelben. Producerről, aki 6 milliárdot karmolt ki a filmes közkasszából, tele van ilyen alakokkal a város, akik hétfő reggel fölkenek, hét reggel, nyolckor megdörzsöljük a szemüket, én producer vagyok, és délben már az egész város úgy tudja, hogy ő producer, holott ő matek tanár, cipőfelsőrész készítő, vagy éppen talpnyaló, professzionális, hát kitalálja valaki, félváros már producer. Na, Skrapski Fruzsira mondom, na ő tényleg az. Ő az egyik legtehetségesebb és profi producer, akivel itt a magyar piacon valaha találkoztam. Plusz még ilyen karitatív dolgokra is rászánja magát, én őt egy nagyszerű csajnak tartom. És szerinted a NER, hogyha így azzal kezdtük a beszélgetést, amit most már lassan befejezünk, de még két kérdésem lenne a végére, így a NER ez egy korrupt rendszer? Ezzel kezdted, és akkor is visszakérdeztem, hogy mi ez a NER. 13 éve egy sokmilliós rendszer volt, amelynek én híve voltam. Segítek, szűkítsük le. Ma meg egy tucat embert jelent. Tehát, na, ugyanis már ezt egyszer átbeszéltük, hogy a NER szó, nem tudjuk, hogy mit jelent pontosabban, tök mást jelent, mint 13 éve. És a Fideszre szűkítem? Nem tudod a Fideszre szűkíteni, mert mást jelent ez a rövidítés. Több is volt hát ez, mint, ez több volt, mint a Fidesz, ma jóval kevesebb, mint a Fidesz. Változik, alakul. Te, nem tudom, mi ez a NER. Én azért használom az orkok kifejezést, mert arról legalább tudják a mozinézők és könyvolvasók, hogy kik. És hogyha meghívnak a következő békemenetre, elmész? Én egyszer voltam békemeneten, de lévő, hogy szalagszakadáson van a térdemben, egy síbalesetből kifolyólag, félrekezelve. Én nem tudok egy ilyen távolságot legyalogolni, nagyon sajnálom. Akkor is borzalmasan fájt már estére. Lesz még valamilyen atombomba jellegű? Hát én ma kijöttem egy sztori, valami nem olyan kardinális nagy összegről szól, viszont az integritás hatóság. Hát igen, az involválva van benne. Én se pró, se kontra nem mondanék itt semmit, de hát ugye az integritás hatóság azért jött létre, mert amikor Navracsics Tibor, nem tudom, milyen hosszú ideje próbálta kibányászni, az szerintem elég tetű módon viselkedő Brüsszelből a jogosan járó pénzünket, akkor született egy ilyen kompromissz, hogy na jó, legyen egy korrupció ellenes bizottság pontos nevére, de legyen egy integritás hatóság, ami garancia Brüsszelnek, ami kivizsgálja az általam is firtatott furcsa történeteket, és ma kora reggel kijöttem egy olyan sztorival, állítólag, legalábbis az én nevem szerepel annak a LinkedIn oldalnak, mert több Pesti László, meg László Pesti, meg Doktor László Pesti, meg Doktor Pesti László, szóval ott minden, te is csinálhatsz hármat Pesti néven, hogyha akarsz. Szóval az egyiken megjelent ma a hajnalban egy anyag, amiben viszont egy Szenventuri, vagy mindegy, Gál nevű ügyvezető, aki azonosítható cége is, egy olyan hosszú történetet dátumokkal, helyszínekkel, nevekkel, amelyben bizony, ha ennek a Gálnak igaza van, kőkeményen involválódik már ez az új, csodálatos integritás hatóság, melyhez annyi pozitív képzet tapadt volna, ha, de talán mégsem. Nem olyan nagy az összeg, talán 300 millió, vagy hasonló, már 6 milliárdhoz képest 4,5-hez, mint az első sztorim volt, amihez
hogy egyszer csak valaki kimondta Szíd László nevét. Nem én voltam. Csak álltam a csodálkozó. Szíd László, hát ez nagyon okos, nagyon bátor, nagyon képzett, kiváló, azt hiszem a negyedik volt még nemrég a, vagy talán most is az a leggazdagabb magyarok listáján, és ha te már ültél vele. Nem, még megúsztam eddig. Hú! Vagy a kis szürke szemei tikitakiznak a félelemtől, amikor egyébként mondod most, neki a tutit. De most, hogy egy Brüsszelt mondtad te, mondjuk nem tudom, német, vagy nem tudom, bármilyen francia adófizetőként adnál arra pénzt, hogy ilyen emberek luxusjaktokra költsé? Nem, csak az a probléma, tudod, hogy Magyarországnak és Orbán Viktornak számos stratégiai, az én megítélésem szerint már 15-ben igaza volt. Tehát amikor Orbán azt mondja, hogy nem kéne a sária törvénykezést, a migránsokat ilyen irdatlan tömegben beengedni, mert le fogják radírozni a sok ezer éves európai kultúrát, nyelvet, jogot, gazdaságot. Na de hát jönnek a filippi munkások. És eltelt 8 év. Ne. 500 ezer munka. Andis, legalább te, aki egy okos ember vagy, ne keverjük már a segélyért idejövő, randalírozó, a lányaink mellét az utcán megfogdosó migránsokat. Ne keverjük azzal a bangladesivel, vagy más dél-kelet-ázsiaival, aki kiválóan képzett, idejön egy évre, két évre, néha háromra, adjon dolgozza magát, küldi haza a családnak a pénzt, majd munkásszálló, munkahely, munkásszálló, munkahely, tényleg melóznak minden. Állat jogszerűen vannak itt, és hazamennek. Egy, két vagy három év múlva. Ez két teljesen eltérő jelenségről beszélünk. A magyar betanítja őket, majd utána a magyar munkaerőt elküldi. Nem. Ezek képzett munkaerők, ez egy tévhit, hogy jó, nyilván néhány információt át kell adni, de Banglades, bár nagyon szegény ország hírében áll, és ha jól tudom, az a 175 ezer, vagy valami hasonló bangladesi, egy Magyarországnál alig háromszor akkora területen nem is tudna elférni. De akkor miért engedik Orbán az embercsempészeket, hogyha migránsokról beszélünk? De bocsánat, Andris, és itt most nem csak nagyon durván ellent kell mondjak neked, meg ne sértődj. Nem sértődöm. Aki a migráns kérdést, akik még egyszer mondom, segélyér a feleségeink mellét fogdosandó és a segélyt zsebre teendő lógatják és a lábukat és bűncselekményeket követnek és nógozónákat alakítanak és a sharia törvénykezést vezetik be. Nem, tessék már tanulmányozni a sharia törvénykezést. Gyereket véletlenül lenyúl egy almát a zöldségesnél, azt jól levágják a kezét. Hát de itthon meg a pedofilokat védik meg, pillanat, és engedik ki. Pillanat. Vagy bocsánat, nem a pedofilokat, a segítőiket. A sharia törvénykezésnél az eljárások különösen érdekes, nem akarok én most itt prejudikálni. Tessenek utána nézni. Megvádolják a szomszédasszonyt, hogy a harmadik szomszéddal szexust. Nem nagyon van bizonyítási eljárás, azt másnap megkövezik. Szóval, hogy ez ne jön ide be, ezt az Orbán 15-ben kimondja, és most kezd 8 év, 9 év után ébredni Európa, hogy igaza volt. És az LMBTQ kérdésben is, én mindig is, mint polgárjogi aktivista és emberjogi kérdéseket szem előtt tartó újságíró, a melegeket mindig megvédtem már a kommunista időkben is, amikor benne volt a BTK-ba, Romániába, a Szovjetunióba, rengeteg, hogy börtönbe kell csukni őket. A rendszer után is, ha egy melegre egy társaságban rosszat, megalázó megjegyzést tesznek, én a legkeményebben föllépek az illetőt. Kik zavarom a szobából, hogy mit képzelsz? Megvédem a melegek jogait. Az LMBTQ-nak semmi köze a szexushoz. Semmi köze az emberi jogokhoz. Az LMBTQ egy olyan gazdasági, politikai és kulturális gőzhenger, ami a Washington vagy Amerika felől jövő, és már Brüsszelen rég túljött uniformizálás, a globalizmus egyik lándzsahegye, egy űrületes méretű hatalmi tényező, nem szexuális, nem emberjogi, hanem hatalmi kérdés, amit kikérek magamnak, és nem csak az, hogy az óvodában, vagy az általánosban a 7 éves gyerekemet ne tessenek már, jó? Se heteroszexuális, se LMBTQ propaganda. De nem is ez, hogy ez egy hatalmi dolog letarolni az európai kultúrát, uniformisba bújtatni az embereket, egységes ideológia arccal a vasút felé,
Szóval ez már volt. Nem kérem még egyszer. A globalizmust, nem kérem a globalizmust. Orbánnak talán nem kéne kiengedni szörnysegítő embereket, hogyha már az, nem tudom, így fogalmaztak pénteken, hogy a szörnyek az utcájára. Értem, csak hogy nekünk is van problémánk. Ilyen ezek stratégiai dolgok. Tehát az, hogy a Washington DC-hez fűződő viszony, ami egy antiglobalista állásfoglalás, és tökéletes, én magam is lokalista és antiglobalista vagyok, a Brüsszelhez fűződő viszonyban ellent mondok a brüsszeli globalista törekvésnek, és lokalista vagyok, egyetértek az Orbánnal. A másik két példát már a migráns és a NMBT-t elmondtam. A mi weboldalunk a gerilla.hu, a cover alatt, az van kiírva, és ez a mi politikai definíciónk, support local against global. Támogasd a helyit a globálisra szemben. Jó, Laci, én ennyi. Annyit és ebben egyet értek a magyar külpolitikával, most mit csináljak? Nem, oké, semmi gond. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy nem tudom, hogy védjük meg a lokált, vagy a lokálisan az embereket Magyarországon, hogyha megint mai adatot szeretnék idézni, 127 ezer ember dolgozik csak Ausztriában? Mert hogy általában innen az emberek már menekülnek el? Vagy a fiatalok? Ez egy szörnyű jelenség, nehogy azt hitt, hogy meg fogom kerülni a kérdést. Ennek több oka van. Nem egészen jó a hangulat Magyarországon. Jegyzem meg, a Gyurcsány alatt pokolibb volt a hangulat. Az életszínvonalat, kérdését ne kerüljük meg. 90 előtt a kádári diktatúra éveiben vágytuk a kapitalizmust, és bár sejtettük, hogy a 90-es rendszerváltás nem azt fogja jelenteni, hogy holnaptól kolbászban van a kerítés, de azért volt egy evolúcióról az embereknek elképzelése, hogy még 5 év múlva kicsit jobb, 10 év múlva még kicsit jobb, 34 év múlva meg nagyon jobb, ez nem következett be. Nem csak Magyarországon, hát itt volt szocialista vagy béketábor, tehát az Elbától keletre, ahogy szokták mondani, tehát ahol ez a 40 éves kommunista vagy szocialista, bocsánat, mindig kijavítanak, hogy nem kommunista. Szóval a diktatúra volt, ott mind-mind egyfajta, a mai napig több mint 3 évtized után gazdasági lemaradás van Dániához, Németországhoz, Svájchoz, hadd ne soroljam Svédországhoz, ahol nem volt 40 év kommunista diktatúra. Tudom, hogy időről időre a csehek jobban állnak, a lengyelek jobban állnak, Románia erősen följött. Jó, de amikor átlépjük a határt Ausztria felé, bemünk Dániába, Svédországba, Norvégiába, nem érdekel, hogy nem EU tag, Európa és Nyugat, és megúszta. Spanyolország. Most mondtad a lengyeleket. Egy olyan életszínvonalbeli különbséget kell megtapasztaljunk a közép-kelet-európai létünkhöz képest, nem csak a magyarhoz képest, hogy ez elképesztő. Nem hevertük ki azt a 40 év szocializmust. Hát nézd, ugye a Várkert bazárra... Na, bocsáss meg, és ezért elmennek a fiatalok. Szeretnének jobban élni, fogy a nemzet, nem csak a demográfiai mutatók, az elvándorlás. Persze, mindenki hogy, a hanyatló Európában. Persze, hogy szeretne 4-5-ször annyit keresni Londonba vagy Münchenbe, ezért egyrészt nem vethetünk rá követ, másrészt a Szóza szövegét tudom, sokan most röhögnek, hogy a Pesti egy ilyen arhaikus idióta lett, hogy jön nekem a Szózattal, amikor nem tudok 20-án már kenyeret venni. Tehát itt élned, halnod kell, tudod? Szóval én 40-szer diszidálhattam volna, és ebből 20-szor még nyomást is gyakorolt. Gyere, gyere, maradj itt, segítünk, mindig hazajöttem. Szóval, hogy a Várkert bazárral kezdtük, és hogy azt mondtad, hogy nem feltétlenül jó a hangulat, ezt most úgy kapcsolnám össze, hogy pénteken kiálltak influencerek, akiket nyilván 30 millió forintért, nem tudom, egy pár nap alatt a megafonos rácok próbáltak kicsinálni, de hogy kiálltak influencerek egy nagyon nagy tömeg elé, és elmondták, hogy mi a probléma, és ott olyan ember is felszólalt, aki gyermekotthon lakója volt, hogy mi a probléma, és ahelyett mondjuk, hogy a miniszterelnök azt mondaná, és mondjuk tenne egy gesztust, hogy figyeljetek, srácok, várlak titeket egy megbeszélésre, ahelyett inkább azt mondta, hogy a Novák Katalinban és a Varga Juditban, a két leköszönő asszonyban több a gerincesség, mint az egész baloldalban. És egyébként ez a két nő, hogyha ez az ügy nem derült volna ki, nem is biztos, hogy lemondott volna. Biztos én vagyok egy csökkent értelmű medve, bocs, de nem értem a kérdést, hogy a influencerek által szervezett becsésem. A rossz hangulatra reagáltam. 100 000 ember a Hősök terén, a Novák Varga páros az év értékelőben elhangzottak,
Mit kérsz számon, vagy nem, mit kérsz? Semmit nem, hogy kérek függ számon, ez a rendszer? Azt mondtad, hogy rossz a nem hangulat, értem a kérdést. Hogy rossz a hangulat, hogy külföldre mennek magyar fiatalok is. És azt gondolom, hogy a miniszterelnök ilyen esetekben, ami kiderült, és hogy az influencerek között volt, aki gyermekotthon lakója volt, tehetne egy gesztust, és meghívhatná például ezeket az embereket magához egy kerekasztal beszélgetésre a rossz hangulat feloldásaként. Nézd, András, én ezt tenném, amit te mondasz. Karmelit a kolostornak, vagy a establishmentnek, tágítsuk ki, de csak mindig a Karmelitát említsük. Más a policia, más a politikája, más az elképzelés, más stratégiában gondolkodik. Nem ütött eszükbe, vagy nem akarták, nem vagyok hivatott megítélni. Az ötletet jónak tartom. Nagyon jó vette volna ki magát egy-két vezető influencert, akár egy tucatot, vagy két tucatot meghívni egy tejára, vagy egy kávéra. Hát nem jutott eszükbe. De ezt én nem tartom egy ilyen kardinális dolognak, mert azért nem mindegy. Szóval van itt nagyobb a hiddel, mint hogy ez az ötlet nem jutott eszükbe. Én azt, hogy egy kicsit ne csak politikáról beszéljünk, így a vége felé egy mondatban. Én azt sérelmezem, hogy 50 pluszban, tehát úgy, bocsánat, ezt is a fiatalok vezették be, ezt, hogy X és plusz, az 50 éves életkorát meghaladó társadalmi rétegben, de pláne a 60 pluszban az a szó, hogy influencer az olyan, mintha jó, értem, mit akarsz egy mondani. Fekete afrikai nyelven mondjuk a bantu nyikiuszául, vagy koreaiul mondtak volna valamit, vagy kínaiul mondták régen. Most se tud, láttam az ember, az idősödő, amúgy döntéshozók arca, mi az az influencer? Most, hát, itt van az ebelásva. Nem, az egyik ebb, a sok közül, na, az itt van elásva. Laci, a digitális analfabetizmus a vezető rétegben, nem csak Magyarországon, ez valami katasztrófa. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindent elmondtál nekem, amire kíváncsi voltam. Köszönöm, hogy meghívtál. A nézőknek pedig köszönjük a türelmet, ne feledjék, hogy az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon is megtalálnak minket, és ha tetszett ez a műsor, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!